A Szent István Művelődési Ház adott otthont a Széchenyi Díja közügyekért díjátadónak. Az elismerés több terület, polgári védelem, tűzoltás, településfejlesztés, közbiztonság, mentés, rendvédelem, fegyveres testületek, közszolgálatosok, köztisztviselők, sajtó és a civil szféra jelöltjei részére kerültek átadásra. A találkozón a résztvevőket a Széchenyi Család Alapítvány elnöke, Széchenyi Tímea és Varga István Attila, a díj alapítója köszöntötte, kiemelve, mennyire fontos a közügyekért tenni, és hogy erre az élet minden területén van lehetőség. Azt vettük észre, hogy a társadalomnak vannak olyan szürke eminenciásai, úgymond, akiket nem vesznek észre, pedig a munkájukon fölül, díjazás nélkül önkéntesen segítik az emberek életét, és szinte az élet minden területén, tehát a tűzoltás, a mentés, a katasztrófavédelem, a rendőrség, azok is a nyugdíjasai nagyon aktívak, de egyáltalán az élet szinte minden területén a közügyekért, a közért dolgozó embereket akartuk észrevenni, és egy kicsit őket a nyilvánosságra fókuszba helyezni. A díj egyben megerősítés is a civil szervezetek önkénteseinek, az erről hitelesen tudósító újságíróknak, illetve mindazoknak, akik a közügyekért, az emberekért dolgoznak nap mint nap, nem csak munkájuk, hanem egész életük során. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a családok megerősítése, a Széchenyi családra, a Széchenyieknek a teljesítményére való emlékezés, de nagyon fontos az, amit a mai ember számára üzen ez az alkalom, hogy felelősek vagyunk nem csak magunkért, a barátainkért, hanem az egész társadalomért. Felelősséget hordozunk egymásért, és mindenféle lehetőségünkkel élni kell, hogy a többiek életét könnyebbé, szebbé, jobbá, biztonságosabbá tudjuk tenni. Ez a közös felelősség az, amelyet örököltünk a Széchenyiektől, és amelyért felelősek vagyunk elkövetkezendő nemzedékek felé. Az est folyamán összesen 16-an vették át a jutalmat, a jelvényt és a Széchenyi tábrázoló emlékszobrot. A kuratóriumnak ugye három tagja van, a Széchenyi Tímea asszony, Varga István, székesfehérvári vállalkozó, és Varga Lajos, a Perpétua Egyesületnek az elnöke. És hát az odaítélés, ahogy a cím is, a titulus is mondja ennek a díjnak, hogy azoknak kerül odaadásra, átadásra, akik valamilyen módon a közösség javára tettek. A díj névadója Széchenyi István politikus, író, polihisztor, közgazdász, a Batthyány kormány közlekedési minisztere. Eszméi tevékenysége és hatása által a modern, új Magyarország egyik megteremtője volt. A magyar politika egyik legkiemelkedőbb és legjelentősebb alakja, akinek nevéhez a magyar gazdaság, a közlekedés, a külpolitika és a sport területén végrehajtott reformok fűződnek.